Szevasztok! Máma voltam Dénába bevásárolni, és hát nem fogjátok elhinni, hogy mit vettem. Nekem nem szabad oda menni, az a helyzet. Na, megvettem ezt a fóliát, amit mondtam nektek. Majd megmutatom, hogy hogy néz ki, mikor ki lesz terítve. Vettem belőle kettőt. Vettem megint biótrágyát, ilyet. Kötözőt. Mit vettem még? Ja igen, vettem valamit. Vettem pár palántát. Palántát! Mindjárt meghűlök. Na. Szóval vettem ilyet. Megint, hogy legyen több. Ezt az anyósnak vettük, ezt a kosárkát. Nőnapra. Ez a nőnapi ajándék. Ezt ki is veszem. Az AC-dula nem kell neki biztos. Vagy ez nem az AC-dula? Nem, zalbály. Jó, nem ez a neve az egyiknek. Na mindegy, majd az asszony intézi, hogy mi micsoda. Mindegy, a zalbályt, az tudja, hogy zalbály. Na, most jön a lényege, hogy mit vettem. Találjátok ki, az életben nem találnátok ki, hogy micsoda. Na szóval, mínusz 10 fokig bírja. Ja igen, mínusz 10 fokig kibírja. Tehát egész évben itt lesz bent az üvegházba, télen is. Esetleg csinálok még itt valamit, ami, hogyha tényleg túl hideg lenne, akkor ilyen frost fűtést. Van gyümölcse, de azt írják, hogy nálunk nincs elég meleg ahhoz, hogy beérjen. Viszont itt bent az üvegházban 45-60 fokok vannak nyáron, így reménykedek benne, hogy az a gyümölcs, amilyen van, mégiscsak beérik. Mi az, aminek semmi keresni valója nincsen itt? És én csak azt tudom mondani, Mónika, csináljad, üvegházba menjen az a szőlő. Szerintem mindent lehet termelni üvegházba, hogyha az ember vigyáz rá, és mit tudom, a szőlőnél kell a szellőztetés, itt kell, hogy meleg legyen neki. Télen meleget kell tartani, hogy ne legyen mínusz 10 fok alatt. Szóval, szerintem, csináljunk olyanosmit, amit mindenki azt mondja, hogy ajjajjajjajjaj, hát ez hülyeség. Nem, semmi nem hülyeség, mindent ki lehet próbálni. Szóval, itt jön az én próbálkozásom. Üvegházba termeljünk banántot. Igen, jól hallottátok. Vettem olyan fajta banántot, amit terem, mivel az én banántom nem termő. Máma láttam ugyanilyen banántot a Dénába, és rá van írva, hogy nincs termése, ez csak ezért díszbanánt. Viszont amit máma vette, az termő. Volt kétfajta, de termő banánt. És az egyiknek ilyen a virágja, szóval ilyen banánvirágja van, a másik az pedig valami japán banánt volt. Annak a virágja nem tetszett, mert nem ilyen banánvirágú, de ugyanúgy terem. És ezért úgy döntöttem, hogy ezt a lila japán virágút, amit a Székely Vegánnak a kertjében is láttam, ezt veszem meg. Szóval, itt majd mindjárt kijön a tök, meg minden, szóval nem máma, de közel jövőbe kiültettem a tököt, hozok be ide még trágyát, de ez az a föld, ahol a terapetrát ide beöntöttem, egy kicsit átforgatom, átásom, még trágyát hozok be, mert a banán az nagyon szereti az ilyesmit, és ebbe az ágyásba itt lesz a banán mellett a kívánó, nagyon jól fogják egymást érezni. Na, megmutatom, nem csak dumálok róla. Így néz ki az én kis banánom, aminek a neve Darjeeling banán. Muza, nem bírom elolvasni. Micsoda, zik? Nem bírom, bocs, már nem bírom elolvasni szemüveg nélkül, tehát lefilmezem a nevét. És így néz ki. Hát 8 eurós kis banán, nocska. Volt nagyobb, és nem akartam. Próbálnak, elég lesz ez. Hogyha nem bírja, akkor legalább nem, na jó, 8 euró. Az se semmi pénz, de nem fog annyira fájni, mint hogyha vettem volna egyet 36-ért. És kíváncsi leszek, mi lesz vele?
Nálam egyébként a banán mindig jól érzi magát, mert a másik banán az már 8 éves. Hát jó, most már nem 8 éves, meg kifagyott, meg ilyesmi, meg... De úgy, hogyha úgy számoljuk, hogy mindig hozott új piciket, azokkal együtt, szóval ez az új pici, ez is a sajátja a gyereke. Úgyhogy így már 8 éve van banánom, ami már volt nagyon nagy, és akkor vissza kellett vágni, mert túl nagyra nőtt. Szóval ennél nem lesz ilyen gond, mert itt marad bent az üvegházban mindig. Ha más nem, még világítást is csinálok neki tavasszal. És majd megnézzük, hogy mi lesz banántermés. Kicsit hülye vagyok, mi azt gondolja pár közülöttek, nem? Én ilyen vagyok, mindent ki kell próbálni. Ha van rá lehetőség, miért ne? Jaj, de szép levele van. Na jó van, a diófa beződült. Szóval, hej, tudjátok mi lesz máma? Jöhet a bab. Tegnap megcsináltam a babnak az állványát teljesen. Tehát, 3 méterre futó zöld bab. Ez lesz az egyik kubai fekete pici bab. Egy része ennek is futó, hát összekevertem tavaly a magokat, ami volt nekem, meg amit kaptam. Szóval olyan állványt csináltam, hogyha akar, akkor futhat, mert tavaly meglepetés volt, mikor nem volt futóbab és elkezdett futni. Szóval az én fajtám, amit itt termelek, Steyer is. Na most kihoztam még egy feketét, na mindegy, ugyanaz a kis fekete. A tanár úrtól kapott ugyanúgy Steyer is, mint az enyém, csak mindjárt megmutatom, ki kell a bogozni, ki kell bogozni, igen. Szóval az idén egy kicsit visszafogom magamat, inkább a nagyobb fajtákat fogom vetni, mint a piciket, az aprókat. Szóval ugyanaz, csak barnába Steyer is, és fehér Steyer is, szóval ezek az óriás babok. Ezt kaptam a tanár úrtól. Jóval nagyobb, mint az enyém, csak az enyém dundi. És nem tudom pontosan, hogy kit, vagy melyiket kitől kaptam, de egy részét azt kaptam egy nézőmtől. Szóval ez biztos, hogy nézőmtől kaptam, mert magyarul van ráírva. Fekete zöld bab. Zöld bab. Ilyen fajtát már régen nem termelek. És karós bab, lila. Szóval ez is felfut. Ez a fajta babok lesznek nekem az idén. Mint mondottam, kész az állvány. Úgyhogy lehet kenni. Na, rakok bele a lilából ide át. Abba, amit a tanár úrtól kaptam. És akkor lehet vetni. Nem tudom, inkább a tanár úrét vetem, azok nagyobbak, hát ha azok itt jobban bírják a kiképzés, vagyis meg kell szokniuk ezt a fajta időt, ami itt van nálunk. Szóval mehet ők, de jó lesz. Végre eljutottam odáig, hogy a babot lehet vetni. Tegnap nagyon nagy zuhelyére volt, de délelőtt itt szenvedtem. Lesz eső, nem lesz eső, vihart mondtak. Aztán végén délelőtt alig csináltam valamit, délután, ja, be volt borulva, de nagyon fekete minden. És délutánra, amikor kellett volna jönni rendesen a viharnak, pam, kisütött a nap, fel voltam öltözve, képzeljétek el, hosszúba, pulóver, minden, és elkezdtem csinálni a hizét, a kötözést még, leizzadtam nagyon gyorsan, utána levettem a pulóvert, akkor meg már fáztam. Nagyon hülye idő volt, úgy ömlött rólam a víz. De amikor levettem mindent, akkor megfáztam, úgyhogy nem akartam megfázni, inkább azt éjszaka jött az eső, szakadt, de nagyon esett. Úgyhogy a csigák meg is jelentek rendesen, de pedig most ennek örömére. Tegnap csináltam egy májusi körképet, de nem akartam senkit leterhelni, 48 perces volt, úgyhogy bum, leteröltem. Szóval csinálok majd egy másikat, ami nem ilyen hosszú. Szóval, mert tudom, hogy van köztetek olyan, aki végignézi, de
Szerintem három embernél több nem néz meg egy 48 perces filmet. Na! Csinálok egy másikat. Jó van akkor. Iszok egy kortyot, és akkor gyerünk, hajrá! Haladjunk! Szóval, máma megcsinálom a babot. Ja, még jön a sógor, mert neki meg a kocsiján szétment valami. Gázpoftem vagy micsoda. És nem is a gázpoftem, szóval valami, mindegy. Azt jön leszedni a roncsavatóról. Jó, hogy az egész családnak ugyanolyan kocsija van. Most majdnem ugyanolyan, szóval Renault van az egész családnak. Aztán holnap pedig... Holnap vasárnap. Holnap elkezdem kipalántázni a palántákat. Szóval az összes káposztát ki akarom. Most változtattam egy darabot az izén, a kiültetésen. Szóval holnap el fogom vetni a kukoricát is. De ide a belső részre, ahová a paprikát akartam. Mivel a paprikák még nagyon picik, ezért felesleges kirakni. Szóval a paprikák azok ki fognak kerülni azért az új területre, mert muszáj vagyok egyszerűen. A tökök közül van, amelyik már elkezdett futni bent az üvegházba, úgyhogy muszáj lesz kirakni. Szóval az összes káposztafélét ki kell raknom, a tököket ki kell rakni, hát uborkát még nem tudom. Hogy kirakom vagy nem, szerintem azt még hagyom egy kicsit bent. Minden esetre holnap megcsinálom az uborkának is a helyét bent az üvegházba, és akkor a kígyó ubújt, ami tavaly is bent volt az üvegházba, annak megcsinálom a futó részét, és oda is ültetem, hogy azok akármikor, ha elkezdenek, beindulnak növések, akkor már mehetnek is fölfele. Szóval tervek azok vannak, sok munka is van. Még nem tudom, hogy lesz hétfőn, valószínűleg meg kutyasuliba. Attól függ, hogy áll a tüzelés a kutyának. Mégis azért akarok elmenni kutyasuliba, hogy ott van két kanikutya, ami ki vannak tökölve, vagy hogy mondják. Ki vannak herélve, és akkor azokkal le tudom izélni. Próbálni, hogy még tüzel, vagy nem tüzel. Ráadásul az egyik kutya a szerelme. Szóval van ott egy irgalmatlan nagy a barolló, egy újfullandi, de nagyon nagy kani. És imádják egymást, szóval hogyha meglátják egymást, akkor mind a kettő, ismeritek olyan tacskó kutyát, ami elkezd így izélni a farkát, és akkor az egész kutya így mozog, így csinálnak ezek is, két nagy összerohannak, bom, csattan akkor rá, mikor itt a baroló 80 kiló, a Jackie az ilyen 52, csattan akkor át, mikor a két kutya összerohan. Na jó van, egy kicsit szeles az idő, úgyhogy lehet, hogy szélzavas lesz a film, vagy majd csak darabokat veszek fel. Egyik nézőm ajánlotta nekem, hogy rakjak a kamerára mikrofon, nem tudok rátenni, mert nincs mikrofon, bemenetelje. A kis kamerának van, amit tavaly használtam, viszont az nem tetszik nekem annyira, az a helyzet. Jó ilyen izére, mozgós filmekre, meg például mikor a kutyával elmegyünk, és akkor annak van egy ilyen vízálló tokja, mit tudom én, a fejemen el tudok vele menni, akár úszni is. Arra jó, de itt a kertben nem szeretem. Ez jobb, sokkal jobb a képje, meg rá tudok zoomolni, meg ilyesmi. Annak van. De mondom, azt nem csípem meg, azt nem bírom már felrakni a saját tartójára, ha ráteszem a mikrofont. És olyan programom pedig nincs, ami annyira jól tudná bedolgozni a filmeket, hogy külön felveszem a hangot. Úgyhogy muszáj vagytok a szelet leszámolni, vagy mit tudom én. Szóval ez a kamera azért annyira nem... Szóval... Nem olyan rossz, hogyha fúj a szél, a másik kamera sokkal rosszabb, az csak felveszi a sisegést, és akkor dumálás már nem is lehet megérteni. Szóval... Ez van. Mit akartam mondani? Na mindegy, kezdjünk el csinálni, mely szé van. Hát már délután 4 óra van, most jöttünk vissza bevásárlásból.
szóval. Szóval itt lesz a kis fekete bab, ezeken a, jól látszik, hogy mind a háromnál van egy ilyen középső, és ezekhez jönnek a rövid oldalakra, jönnek a kis feketék, az a nagyon apró, ez a kubai. Általában ide, ahol, ahol fel tud futni, oda rakom, és ennek a környékére. Szóval egy helyre mehet két-három is. Én legalábbis így csinálom. A három magot egy ilyen helyre legalább. Hopp. Közé is nyugodtan. Majd összefutnak ezek. Nem kell ezeket félte, megtalálják ezek az utat, hogy hová kell futni. Na, az nagyon messze ment. Oké. Szóval, aki biztosra akar menni, vagy akinél a föld nagyon száraz, áztassátok be a babot egy éjszakára. Én nem szoktam, mert általában eső után vetek, vagy pedig meg is locsolom egyből utána. És az, hát rájöttem, hogy, hogy nincs különbség, hogy beáztatod, vagy vizes talajba veted. De ha száraz talajba, akkor igen, akkor van különbség, amúgy semmi. Szóval ugyanígy, ugyanide mehet a fekete. Az apró lég. No. Tegnap rotáltam, úgyhogy még elég könnyű húzgálni a földet ide-oda kézzel is. Na. Így, oda be. Kő, rengeteg a kő. Hogy fúj a szél. Ide az első sorba jönnek ezek a nagyok. Az egy részét, amit kaptam a tanár úrtól, a többi, ami nekem van.
Aj, de szép nagyok! Fehér, barna. Ez lesz az utolsó. Itt a zöld bab, ami nagyon magasra fut. Amihez nem létre kell majd, hogy leszedjem, hanem drónos ülit hívom el, hogy a drónjaival szedjék le a babot. Na szóval nem lett elég a hely a babnak, és azért itt hátul csináltam még ilyen karókat. A utolsó babnak a karós bab ide jön hátra. Ezért szeretem különben az ilyen állványos megoldást a babnak. Mert hogyha nem elég a hely, mindig van egy megoldás valahol. Valamit még hozzá toldani. Szóval még rengeteget lehetne csinálni, hol hely van. Ide hátra, ide ez a kettő közé, a középsőhöz raktam ezt a feketét, és ide a hosszú sorba, az elejétől a másodikig raktam ezt a fajtát, ezt a zöld babot. Szóval most így nézünk, aj, beleléptem lukba. Szóval most így néz ki a babos. Még azt a utolsó csomagot elvetem, aztán hát a babbal akkor kész is vagyok. Itt ebben a földben még egyenlően nem rakok semmit, mert a rotával el kell járnom, de be van rotálva, látjátok, körülbelül feléig, és hát remélem, hogy megjön a kerítés, és le tudjuk rakni, hogy halladjak már egy kicsit. Jó van. Szerintem egyenlőre azért jó, nem? Nekem tetszik. Mondottam, hát szerintem ez a legjobb megoldása. Lehet költöztetni a babot, mindig más helyre kerüljön. És hát a három láb az mindig egybe van. A három-három láb az megvan. A fák is megvannak mindig, és össze csak fogom, szétszedem. Elrakom valahová, hogy télen ne állzon, ne rohadjon. És tavasszal fel lehet állítani úgy és ott, ahol akarom. Szóval én nekem ez vált be, most már nem tudom, hanyadik éve. Hát szóval első évben, amikor csináltam itt a kertet, akkor kezdtem el ezt. Akkor raktam három ilyet, először le. És akkor azon gondolkoztam, hogy hát erre felfuttatni. És akkor se volt elég a hely, és akkor a három lábnál így a kettőt összekötöttem, úgy, mint a hátsót most. És akkor második év rájöttem, hát akkor nem hülyeség, hát akkor három lábat csinálok, és őket kötöm össze. Úgy volt tavaly aztán, vagyis tavaly is úgy volt, és az idén úgy döntöttem, hogy egy hosszút csinálok belőle. Itt már csak a szél miatt is, mert a szél onnan jön, vagy onnan, és így nem áll benne a szélbe. Na akkor, itt a vége, futsa véle! Még ilyen madzagokat közé kötöttem, mert túl sok volt a mag. Aztán hát oszlopom, hogy fákat már nem akartam levagdalni. Azt így megoldottam. Hát ha idáig feljön, innen már elmehet akárhová másikra is. Csak legyen meg az eleje. Na szóval, babos téma. Szóval ő van itt a lila. Na jó van, akkor evel be is fejeztem ezt a filmet. Akinek van kedve, vagy akarja, csináljon egy ilyen állványt, akinek nincs az. Mindenki csináljon úgy, ahogy akarja.
De én csak ajánlani tudom, hogy egy ilyen állvány nagyon jó. Már akinek olyan babjai vannak, mint nekem, amik szeretnek 3 méter fölé is nőni. Szóval a nagy fajták azok akár 4-5 métert is nőnek. Szóval kell nekik az állvány, mert akárhova futtatja az ember, szeret menni. Most kerítésre futtassam, vagy hová? Na. Szóval nem jó, mert már próbáltam másképp futtatni, és elrohad egyszerűen. Egyszerűen olyan sűrű van, hogy elrohad, így meg fölmegy, süt rá a nap, szóval nagyon jó. Na, nem dumálok tovább, szevasztok. Babos téma, elfeledve.